Nos, ez volt a fekete pillangó. Klaus Meinivas Rudolf Schenkerrel erősödött az Omega és a vendégeim itt a Sztárokban, az Omega együttes Benkő László, Mihály Tamás, Kóbor János, Molnár György és Debreceni Ferenc. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, ugyanis, már ott bentről lehet hallani a tapsot, ugyanis ti voltatok az elsők, akik arra vállalkoztak, hogy ma este mindent összedugtok, amit az elektronikával és az árammal és a hangszerekkel valahogy egymásba lehet dugdosni, és valóban élő koncertet adtok itt nekünk egy ilyen szűk körben. Most ez volt gyakorlatilag az utolsó vagy utolsó előtti közös megmozdulásotok, ugye? Amely élőben Omegaként összehozott benneteket. 94-ben a Népstadionban. Na most akkor az utórezgése úgy volt, lehetett ilyet olyat hallani, hogy hát az Omega aztán a koncert befejeztével annyira nem volt boldog egymással, tehát azt lehetett sejteni, hogy ti már, mint Omega, nem nagyon fogtok élőben. Ez sejteni lehetett, nem plecska volt. Hallottad, hogy kigyott békát fújtunk egymásra, vagy mi? Nem, csak a hangulat nem volt olyan, hát nyilván tele volt feszültséggel, tele volt stresszel ez az esemény. De ezt megoldottuk egy nagyon egyszerű módon, hogy szilveszter napján megkértem a fiúkat, hogy jöjjenek föl egy délutáni, egy kis rövid pezsgőre, semmi másra. Ez idén szilveszterkor volt? Ez idén szilveszterkor volt. Kocintottunk, jobb későn, mint soha. Idén kocintottunk, és mindenki megölelte egymást, és azóta itt ülünk együtt. Ennek nagyon örülök, de ez azt jelenti, hogy akkor mégiscsak 4 évet, majdnem 3-4 évet kellett várni arra, hogy ötenti egyszerre összejöjjetek? Az elefánt lakásában? Nem, szó sincs erről, hanem hát ez nyilván egy soha nem látott méretű és vízhangú koncert volt, ráadásul rettenetes sok probléma volt, ugye hát el ne felejtsük, hogy a gatyánkig megáztunk, a közönség is, meg mi is. A viharból kifolyólag millió technikai probléma volt, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt most hála Istennek megúsztuk, és tényleg baromi jó volt a koncert. A vízhangja és meg minden, utána még befejeztük a lemezt, ami a következő évben jelent meg, mert a koncert idejére nem sikerült összerakni, és utána úgy gondoltuk, hogy egy ilyen koncertnek van akkora lecsengése, hogy 1-2 évig biztos, hogy nem csinálunk semmit, de soha fel sem merült az, hogy ez az utolsó koncert, nem is mondtuk soha. Ez a koncert, ugye azt hiszem, az esőzés pont akkor maradt abban, amikor a Scorpionsos fiúk kiléptek a színpadra. Igen, az előbb említetted a technikai gondot. Az már nagyjából normalizálódott helyzet volt, igen, addigra már technikusok is valahogy összerakták az egészet, úgyhogy... Mi az, ami időközben elszállt egyébként ott a vizes blokkban, tehát az eső alatt? Ami technikailag tönkre ment. Egy pár erősítő szétégett darabokra, na most azt a közönség nem is vette észre, hogy a baloldali hangfal emeletek közül a második emelet az végig kigyulladt. Ebből nem érzékelt semmit a közönség, ők csak azt hiszem, hogy annyit láttak, ami fönt az egyik világító torony kezdett el égni, azt hitték, hogy benne van a showba, hát az nem volt benne a showba, mert azt a jóisten rendezte és intézte így el, de én azt hiszem, hogy tempóra mennydörögjön az égbolt, ez elég ritka dolog, úgyhogy én nem is annyira negatív. Igen, amikor a tévében néztem vissza, melyik számnál volt az, amikor pontosan tempóra, ritmusra? Az elején. A nyitány volt. De ezt megelőzte a technikai problémákat, még egy halál kellemetlenkedő riporter is az elején, ha jól emlékszem, volt ott valaki, kiszállítja felé a lépcsőt. Legalább a cikit, és nem valaki más. Én ezt most szeretném tisztázni, mindenki megkérdezte tőlem, hogy haragszom én a Gáborra, én egyáltalán nem haragszom, úgyhogy most országvilágot kijelentem, hogy én nagyon szeretem a Bokor Gábort, és semmifajta... Bocskor Gábor. Van egy olyan dolgozom, elnézést kérek, azért keverkezik. Semmi Józsikám. Nem baj, Géza, rendben van, el vagyunk egymással, mint a befőt. Bélám, akkor holnap sörözünk egyet, így ezt megkisztunk. Rendben van. Nem, egyébként arra visszatérve, én el tudtam képzelni azt, hogy ott milyen stressz szituáció lehetett. Az a szituáció volt egyébként, amit csak hogy a nézőknek is elmondjuk, akik nem látták, amikor ti a színpadra mentetek az öltözőből, és én ott állattam egy kis mikrofonommal. Félig meddig ártatlan, ugyanis ez volt a feladatom. Tehát azt hiszem, hogy ti erről ugyanúgy nem tehetettek, ahogy én, de én sem vettem úgy, hogy mi haragudnánk egymásra. Megértettem a stressz szituációt. De egyébként a színpadon, amikor ugye esett az eső, és ti már azzal foglalkoztatok, hogy éppen melyik hangfal gyulladt, éppen melyik gitár, melyik működik, melyik nem, akkor volt egy olyan pont, amikor ti tudtátok, hogyha itt még egy utolsó dolog ledől, vagy kigyullad, vagy valami, akkor ez már nem mehet tovább, mert hogy életveszélyes?
Nem, hát baromi egyszerű, ha egyszer megszűnik a hang, akkor vége a dolognak. Ha az erősítők zárlatossá válnak, és megszűnik a hang, vagy a lámpák a rájuk esett esőtől zárlatosak lesznek, és tönkre mennek, akkor abba kell hagynunk, mert akár hang nincs, akár fény nincs, vagy mind a kettő nincs, akkor vége a világnak. Most ez a csodálatos, hogy az egy dolog, hogy mondjuk egy vizes gitáron, vagy egy vizes keyboardon baromi nehéz játszani, de az, hogy, és ez mondjuk azért minden tudásunkat össze kellett szedni, hogy mondjuk ezt átvészeljük, de az, hogy a technika működött, az a számomra mai napig fantasztikus, mert uh-huh. volt olyan erősítő, amelyik effektíve benne volt a vízbe, egy ilyen, mit, 5000 wattos végfok, és működött, és szólt az a hangfal. Szóval ezt a mai napig, én megmondom őszintén, a technika csodája, és valami baromi szerencse volt. Mert ha a hang megszűnt volna, hát akkor nem tudunk mit csinálni, hát a cappella nem bírunk énekelni ott 70 000 embernek. Még valamit hadd mondjak. Akkor jutott eszembe, hogy mindent kitaláltak a szintetizátor környékén a feltalálók. Egyet nem a legegyszerűbb ötletet, amit magamnak vindikálok ezt a jogot, mint találmányi dolog. Egy cigányfúrót, tudom, hogy kisebbségi fúrónak is nevezhetném, alulról egy lukat a szintetizátorra, ugyanis a tepsibe bemegy a víz, és nem megy ki. Na most mindent kitaláltak az ékről, a szintetizátorokról, csak azt az egyetlen egyet, hogy viharba lefolyjon. Na, menjünk most tovább, lépjünk tovább 1994-től a Népstadion koncerttől. Egészen odáig, amikor az Omega már újra aktívan együtt dolgozott, és ha jól tudom, neki két lemezt is adtok ki most a közeljövőben. Van egy ilyen, te tituláltad egy régi újnak és egy új újnak. Kategorizáljuk már, vagy definiáljuk, hogy mit jelent a régi új. Igen, hát erről már a sajtóban azt hiszem egy pár szó esett. Otthon megtaláltam néhány olyan szallagot, ami 1972-ből való volt, és csak kíváncsiságból megnéztem, mert hát olyan szallagok voltak, amiből nem sok valószínűség volt, hogy ezen valami még van. Ezek olyan szallagok, amelyek régi próbákon készültek, vagy a Tantán stúdióban? Igen, az egyetemi színpadon. Gyakorlatilag 1972-ben, amikor a Loksi és az Omega megalakult, vagy hát szétváltunk, akkor mind a két együttes elkezdett dolgozni, és mi elég hamar egy új anyaggal jelentkeztünk. Szerintem akkor a hanglemezgyártóvállalat taktikai okokból nem nagyon akarta azt, hogy most valamelyik gyorsabban jelentkezzen, a Loksi gondom még nem volt kész az anyagával, és akkor olyan kicsit fanyalogva elutasították végül is ezt a lemezt, és a fő indok az volt, hogy szerepelt rajta egy olyan szám, hogy Szexapó, amit Erdős Péter, az akkori könnyűzenei kiadó igazgató magára vett, holott ez nem ő róla szólt, hanem egy régi kedves. Nem is szólhatott. Laci, mesélj! Szerettem volna, hogy Szexapó legyen, csak sajnos már megítélésem szerint akkor régen impotens volt. Nos, szóval lényeg az, hogy ebből a lemezből akkor nem lett semmi. És egy évvel később, amikor már mind a két együttes gyakorlatilag lemez hez juthatott, akkor nekünk már nem volt másra időnk, csak egy élő koncertlemezt kihozni, ez lett az élő Omega. Az a bizonyos alumínium. Az alumínium, mert akkor éppen papírhiány volt Magyarországon, úgyhogy alumínium készült. És most ezeket a régi számokat... azt mondták, hogy papírhiány van. Igen. Na most ezeket én megtaláltam otthon, ilyen Agfa, Orvo, BASF, meg minden tekercseken, és kiderült a stúdióba, hogy lejátszható, sőt, végül is elég jól szól. Na most, amint látom, közben elindult egy bejátszás. Ez stúdióba készült tavaly Edwin Balóggal, aki az angol nyelvű Transcendent nagylemez elkészítésénél segített nekünk. Ez volt az a momentum, ugye, amikor te magad kifúrtad, mint énekes? Hát nem fúrtam ki magam, mellém befúrtam Edwint. Even just an empty shell, he was lost out of control. Fly away from it all. Oh,
Ez volt a Transzcendence egyik ilyen stúdió munkálatai alatt készült felvétel. Akkor kapcsoljunk gyorsan át a vadonatúj lemezre, amely... Mikor? Opala? Amely valamikor nem sokára a boltokba kerül? Hát elkezdtük a munkálatokat. Ma este be fogunk itt mutatni ősbemutatógyanánt egy számot, ami persze még csiszolásra szorul, de úgy ítéltük meg, hogy olyan állapotban van, hogy szeretnénk ma este eljátszani, és a többi nótán dolgozunk, igyekszünk minél hamarabb kész lenni. Tehát még abszolút a munka közepén vagytok. Na most akkor ezek szerint ez egy átmeneti dolog volt, amikor Edwin énekelt az Omegával, az Omega most teljesen abban az ötös felállásban szerepel ezen a lemezen, ahogy azt megszokhattuk. Nem, hát itt annyit azt hiszem hozzá kell tenni, hogy az Edwinnel készült anyag az Nyugat-Európára és a nemzetközi piacra készült volna, tehát az angol nyelvű verzió volt. Magyarul ő nem tud, tehát a magyar kiadványokban ő semmiképpen. Mert nyilván, de azt hiszem, hogy ti mindig párhuzamosan jelentettetek meg lemezeket angolul is, igen. És általában akkor te énekelted, nem általában miért. Igen, de én úgy éreztem, hogy ma már talán, ha 100%-os biztonságra akarunk menni, egy angol anyanyelvű énekes segített volna talán ebbe a dologba. És én megítélésem szerint egy barom jó énekes egyébként az Edwin. Ja, igen, Laci. Hadd mondjak valamit, ami nem panaszként hangozhat. Egyszerűen a rendszerváltás követő átmeneti időszakban azt hiszem, hogy ilyen mivel zenét, ami egyébként egész Európában ez a lemez, és ennek már a Transcendent, vagy a Transcendence, egyszerűen itthon nem kapta meg azt az elismerést, amit egyébként egész Európában. Ezt komolyan mondom, hát ilyen paksaméta anyag van, ami a legmagasabb minősítést kapja, 5 csillagos kritikák jelentek meg róla. Van ilyen az ember életében, tehát nem csak nálunk tapasztaltam ezt, előfordul. Én abban bízom, hogy a későbbiek folyamán, miután úgy tűnik, hogy mégis elég sok türelmünk van egymáshoz is és az élethez is, hogy valamikor ez utólag visszaigazolható. Hát ez egy picit olyan sértetten hangzott, mint hogyha kint felfogták volna, nem értették annyira. Az irodalomban, a képzőművészetben és a zenében is egyaránt a 90-es évek elején meglehetősen komoly káosz lett a piacon, ugye? És a leggyorsabb sikerek voltak azok, amelyeket el lehetett adni. Na most ez nem az a kategória. Most megint témát kell váltanunk nagyon gyorsan. Nagyon sok nyugati zenekar videoklipén lehet látni, hogy szívesen felmásznak különböző felhőkarcolók tornyaira azért, hogy ott forgassanak valamit. Na most ti nem videoklip forgatásra, de azért mégiscsak a magaslatokba másztatok fel. Még 1994-ben ez volt ugye az Omega utolsó élő bemutatkozása az elmúlt időszakban. Igen, és hadd fűzzem hozzá azt, hogy az jóval korábban föltett kérdésed, hogy mi utána, hogy mentünk a színpad után egymással. Erre a legjobb példa, hogy aztán másfél vagy két hónappal később játszottuk ezt a váratlan koncertet Pécset. Egy áruház tetején. Na most akkor a nézők az utcán álltak nyilván. Sőt, az egész vár, ott lehet látni. Ez Pécsnek a főterén történt, ahol itt látható volt, hogy velünk szemben, illetve lenne a téren hány ember álltja most a ház tetejéről, és az összes sugárutat lehetett látni, hogy szerintem olyan 50-60 ezer ember, aki jelen lehetett ezen a koncerten. És benneteket lehetett lentről látni? Ezt tudjátok, hogy konkrétan, hogy lehetett, hogy kimerészkedtetek a záruház szélére? Egyrészt most lehetett látni az elefánt. Hát ott megpróbáltam. Igen? Ezen kívül a térnek minden a 4 sarkán, amelyik az utcák, párhuzamos utcák, ahogy jöttek keresztül, óriási nagy kivetítők voltak kirakva, és ami történt fenn a tetőn, az kamerákon keresztül, az oda ki lett vetítve, tehát a közönség is olyan hosszú 100 méteres mélységben az utcanézője is látta, ami történik a színpadon. És nyilván hangfalak fönt is, lent is, mindenhol. Mindenfelé be volt sugározva minden rá. Hihetetlen történet, de nagyon-nagyon jól nézett ki. Na most egy picit a sejtelmességről, ugyan a leplet nem bírom lerántani, de egy biztos, hogy idén valami nagyon nagy tervetek van méghozzá ősszel. Amennyit erről szeretnétek mondani, azt mondjátok el, én meg nem erőszakoskodom tovább. Meki, mint a banda szószátjár tagja. Ma nagyon nem egyébként. Csípik egymást. Nem, hát valóban nagyon sokat ma még nem akartunk mondani, de nem azért, mert titkolózni szeretnénk, csak én úgy érzem, hogy még nem minden dolog tiszta. Egy biztos, a stúdióban dolgozunk, amiről már szó esett,
Egyébként ez is annak a bizonyítéka, hogy egy notát el szeretnénk erről játszani. Most de én valószínűleg puskázni fogok, mert még mindig nem tudom annyira a dolgokat. Hát majd stúdió... levonás lesz. Jó. Tehát egy biztos, egy új lemezen dolgozunk, és hát ennek kapcsán felmerült az, hogy esetleg a év második felében, tehát szeptember tájékán valamikor valami élő eseménnyel is jelentkeznék, aminek az apropójából és időpontjában jelenne meg ez az új lemez, amin most a stúdióban melózom. Akkor gyakorlatilag félig meddig konkrét a megjelenése. Ezzel kapcsolatban két hét múlva egy sajtótájékoztató. Laci, egy fontos dolog még, ami ide tartozik. Nagyon szeretném elmondani, hogy a választásokat ki akartuk kerülni, ugye, mert az nem jó dolog, hogy belekeverjük magunkat. Utána valószínű, hogy... 2-3 hónapon keresztül lesz alkalmunk arra, hogy egyre erőteljesebben megjelenjen az Omega, és nem csak az Omega, hangsúlyozom. Lesz ebben egy olyan motívum, ami egészen kivételes, Szombathelytől Záhonyig vagy Békés Csabáig. Aztán Zágrábot. Még az se kizárt. Valamennyi zenekart fölkérünk arra, és megszervezzük, hogy vetélkedők során olyan csoportos versenyeket tűzünk ki, ahol a végül a döntőben maradt 3 zenekar, aki a Népstadionban ősszel előttünk játszhat. Azt hiszem, hogy ez nekünk régi mániánk az, és akkor itt szeretném mondani azt, hogy mindig azt csináltuk 20-25 éven keresztül, hogy kerestük, hogy kik lehetnek az igazi előbandák, az utánunk következő generáció zenészei. Most gyorsan elmondok egy sorrendet, és nem akarok untatni mindenkit. Svájc, Krókusz, Scorpions, Németország, Phoenix, Románia, Kollégium, Muzikum. Szóval rengetegen vannak, és nagyon fontos az, hogy ti is támogassátok a Magyarországon szeretnénk ezt tovább. Ifjú tehetségeket, tehát keresitek, és akkor 3 zenekar fellép előttetek a Népstadionban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ha, természetesen, 2 hét múlva minden kiderül. És még mielőtt a színpadra fáradtok, jöjjön az első játék. Természetesen az Omegával kapcsolatos az első kérdés. Mindenfélet lehet nyerni. Ifjúsági magazin, nem tudom bemutatni, de egy fél éves előfizetést arra. Gyönyörű szép Mustang ruházati termékeket, a pólótól a pulóveren át, a farmeron keresztül gyakorlatilag mindent, és attól függően, hogy fiú vagy lány nyeri, egy G-Shock karórát természetesen a férfiaknak, és a hölgyeknek egy Baby G-t, illuminátoros háttérvilágítással lehet velük buvárkodni, telefonszámokat elraktározni. Mi szemszálnak ingere, csak ezt tudom mondani, és CD-ket is kiraktunk ide, sőt, mint több dedikált Omega CD-ink is vannak. És most egy Omegával kapcsolatos kérdés, miről emlékezetes az 1994-es Népstadionbeli Omega koncert? Azt hiszem, hogy ebbe a kérdésbe sok mindent bele lehet interpretálni. Miről emlékezetes a 94-es Népstadionbeli Omega koncert? Telefonszámunk 222-03-54-es. És hogy miről volt emlékezetes ez a koncert Klaus Meinének és Rudolf Schenkernek a Scorpionsból, azt most beszeretném mutatni, ugyanis őket megihlette, mi az, hogy megihlette, úgy, ahogy van, átadaptálták a Gyöngyhajú lány című számot, adtak neki új szöveget, egy picit új köntösben mutatták be, ez lett a White Dove, itt van a Scorpions. A place without a name, under a burning sky, there's no making honey here. In the land of God, someone holds a sign, it says, we are human too. And while the sun goes down, the world goes by. White dove, fly with the wind, take our hope under your wings, for the world. They're stranded on a piece of wood. To leave it all behind, to start again. But instead of a new life, all they find is a door that's closed. And they keep looking for a place called hope. Wind down, fly with the wind, and take our hope under your wings, for the world to know that home will not die, where the children cry.
Telling me you've seen it all before. I know that's right, but still it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now, but you know it's just a drop in a sea of tears. Why don't fly with the wind? Take our hope under your wing for the world to know that hope will not die where the children cry. Fly down, fly with the wind. Take our hope under your wing for the world to know that hope will not die where the children cry. Sok-sok türelemmel végigvárták a beszélgetést ott a stúdióban, amit végeztünk a zenekar tagjaival. Hosszú volt? Nem hallottál belőle semmit? Na hát látod, most akkor megtudhatod, hogy miről beszélhetünk, még nézheted itt a színpadon. Csak annyit szeretnék bejelentést, nem is húzom tovább az időt, hogy fogadjátok sok-sok szeretettel azt a zenekart, amelyet utoljára 4 éve láthattatok együtt, így öten a színpadon. Itt van nálunk a sztárokban az Omega! Sziasztok! Szevasztok. Mindenek előtt annyit, hogy itt esőre nem igen kell számítanunk, de egy rossz hírem van, délután már volt áramszünet, úgyhogy azért még sok minden történhet itt is. De megpróbáljuk. Talán nem megy úgy, hogy nem lesz balhé majd a buli. Jó-jó, ha-ho. Like an elephant, what's that doing in our chest? Oh, my man.
Köszönjük! Köszönjük! Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük! Köszönjük szépen, és most jönne az a szám, amiről benn már Bocskor Gabival beszéltünk, tehát a valódi eredeti Omega 4-es lemeznek az egyik betiltását eredményező számáról van szó, a Szexapó.
köszönjük! Köszönjük! Köszönjük szépen! Köszi szépen! És most a régi számok után engedjétek meg, ahogy ígértük, eljátszunk a készülő lemezről az első olyan nótát, amit összeraktunk. Kérünk hozzá segítséget is. A Meki olvassa a szöveget, és jönnek a lányok, akik gyönyörűen fognak énekelni mögénk. Magáról... Köszönjük! Lányok, fiúk, pardon. Magáról, a nótáról nem szeretnék semmit mondani, mert úgyse lehet nótáról beszélni, meg kell hallgatni. A címéről se kell sokat mondani, csak annyit. Ez egy életre szól. És a szövegéről se egyenlőre, mert olvasni fogom, mert még nem állítom, tudom.
Köszi szépen! Nagyon szépen köszönjük! Köszi! És akkor, hát természetesen a legújabb után az egyik legrégebbi következik. Petróleumlámban.
köszönjük! Thank you.
szépen köszönjük! És akkor most mi is eljátszanánk egy Scorpion számot. A szám címe Gyöngyhajú lány. Thank you.
megköszönjük! Köszi szépen! Köszi! Sorban ennyit ért. Lehet, hogy valamikor még többet is fogjuk játszani. Sziasztok! Sziasztok!